Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, itt a Távmunka második adása, szervusztok, szervusztok! Ma is két kiváló vendégem lesz a múltkori adásból, már megismert Béla barátom, és itt lesz velem Beleznai Tamás, a Budapest 9. kerületi Szent György Albert Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Két kopasz úriemberrel fogok ma szerintem szakadni a röhögéstől, attól függetlenül, hogy komoly témákról is fogunk beszélni. Én be is hívom őket, hogy ne is húzzam az időt természetesen, és akkor mindannyian meglássátok, hogy hát mi a helyzet az iskolákban igazából ez a kérdés, hiszen ezt írtam ki ugye Discordra is, hogy erre keressük ma a választ, ahogy korábbi tanárai mondták. Múltunk van azért, gyerekek, de erről később majd beszélünk. Először is becsatlakozom a híváshoz, és akkor már is természetesen be is mutatom őket. Hát már, ahogy hallom, megy itt a munkázás a srácoknál, gondolom fele... Legjobb, hogy csatlakoztál be. Na miért? Miért? Béla barátom, ugye Mankó Béla a bal oldalon, Beleznai Tamás pedig ugye a budapesti 9. kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Most már meglátjátok, hogy miért lettem ilyen jó fej, hiszen két ilyen jó fej emberrel hozott össze a sors. Azt jelenti, hogy te jó fej lettél? Hát én jó fej lettem. Nem gondolnám. Hát, akkor sokat változtál az elmúlt években, hála is. Hát tudod, előfordul az, hogy ez változik. Még mindig fura Tominak hívni az igazgatómat, vagy Tamásnak, de azért a tegezés formája ugye megmaradt, úgyhogy ma ilyen adás lesz természetesen. Hát... Tamás, vágjunk bele szerintem a közepébe. Mi a helyzet most az iskolákban? Hogy bírtátok megoldani ezt a hirtelen távoktatást? Ez volt az immediate rész, ahogy így a műveltem mondjuk. Mindenki értette, hogy immediate rész? Igen, immediate rész. Tolgó közepébe vágó. Ezek szerint irodalom óra is lesz pluszba? Én nem nagyon, én csak olvasok. Oké. Okay. Az az igazság, hogy tehát tényleg csapjuk a dolgok közepébe, tehát váratlanul ért bennünket egyik oldalra, a másik oldalra meg egyáltalán nem ért bennünket váratlanul. Tehát azért ez lógott a levegőben, hogy mi nem fogunk iskolába menni. Én azt gondolom, hogy az idén, az idei tanév az már nincs. Tehát ezt felejtsük el, hogy mi már iskolába megyünk. Tehát erről gondolom, a későbbiekben majd beszélünk. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy tök jól megoldottuk a dolgokat. Épp kidobtam 11 órakor egy kérdőívet a kollégáknak, hogy továbbítsák a szülőknek, és ezelőtt egy órában 480 válasz érkezett a kérdőívre a 950 tanulóból. Tehát a szülők úgy látom, hogy reagáltak a dologra, és az az első, még nem összesítettem, nem néztünk meg, nem vontunk le konzekvenciákat, de úgy látom, hogy az iskola sikeres vizsgázott a digitális oktatásban. Vártuk is, meg nem is, meg tudtuk is, meg nem is, tehát ez egy ilyen Mátyás királyos történet. Ez úgy néz ki, hogy nem volt időnk fölkészülni rá. Hát az tehát, hogy hirtelen jött. Tehát hirtelen jött. Ha van egy hetünk, akkor nagyságrendekkel jobban működnénk, mint ahogy most működünk. Akkor lett volna idő a technikai háttérnek a létrehozására. Így igazából péntek este jelentette be ugye a miniszterelnök úr, hogy bezárja az iskolákat. Ugye 4:10-kor volt a sajtótájékoztatója, én 2 percen belül küldtem a kollégáknak, hogy most mindenki nyugodjon meg, és majd megoldjuk, és igazából hétfő reggel 8:30-re hívtam össze egy értekezletet, és akkor, tehát volt egy hétvégénk, hogy végig gondoljunk, hogy mit csináljunk, és hogyan álljunk föl. Igazából mi 7:45-kor Szabó Márk vezetésével már online órát oktattunk Zoomon keresztül egy kémia fakultációt. Szerintem ez volt az első ilyen óra Magyarországon. Ez egy egyedi dolog volt. Igazából most annyi történt, hogy a meglévő csatornáinkat elkezdtük használni, illetve azokon a tagozatokon, ahol nem voltak csatornák, ott megpróbáltunk csatornákat kialakítani a szülők, illetve a diákok felé, és most jelen pillanatban itt járunk. Hogy azt látom... Igen, bocsánat. De hogy reagáltak erre a diákok, ugye hirtelen... Jöttem, ez pont hétvége előtt volt, tehát mondjuk volt egy hétvége felkészülni. Diákok gyorsan reagáltak, tetszett nekik a megoldás, vagy, és hogy mennyire lehet őket ellenőrizni, hogy valóban csinálják-e a feladatokat például? Na most akkor ugye most sok mindent kérdeztem. Hát, ahogy ugye... szoktam. Igazából ez egy nagyon jó, ezt ismerem év, hát már lassan ugye 15 éve, hogyha valaki nem tud valamit, akkor inkább kérdez. Tehát, köszi, igen, imádom, 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 köszönöm szépen. Hát, ugye...
Nyugodtan. Az a lényeg a dolognak, hogy Soma fiam épp egy házi buliba volt, természetesen alkoholmentes házi buliba, Aha, és egyértelmű. teljesen egyértelmű, hogy soha nem isznak a 18 év alatt, mert ugye hivatalosan nem is tudnak alkoholt jutni. Na most ez egy mellékzőnye volt. Szóval az a lényeg a dolognak, hogy fölhív Soma, 9:50, azt mondja, apa, tényleg nincs iskola, mondom, tényleg nincs. Erre állom a hallom a háttérből, hogy jöjjön így, meg úgy, meg amúgy, és akkor másnap reggel megjött, hogy ja, hogy akkor mi most nem mehetünk iskolába. Tehát a diákság elég érdekesen reagált. Ugye az első flash az az, hogy jaj, de ő nem megyünk iskolába. Már elkezdtek rádöbbenni, hogy hát akkor ő nem tudni bejönni az iskola épületébe. És akkor most egy hét után azt látjuk, hogy mindenki vágyik vissza az iskolába. Tehát hiányzik nekik a közösség, bármilyen hihetetlen, még mi is hiányzunk a gyerekeknek. Mármint mi tanárok. Tehát ez egy... Hát ez mondjuk tényleg hihetetlen. Szép, nem, szép. Nem. Nem tudlak úgy visszaoltani, ahogy te leoltottál az előbb. Próbálkozom majd még. Tehát nem mondtam semmit. Rég volt tesi órám, úgyhogy nem tudtam ezzel foglalkozni még, de hát mi van mondjuk például egy tesi órával? Úgy kezdeném egyébként, hogy hogyan szerveztük meg, haladnék föntről lefele. Mondja ja, csak. Pontossági sorrend, ez a legfontosabb az, hogy lesz érettségi, ez biztos, azt mikor azt nem tudjuk. Jelen pillanatban úgy készülünk a kormányhivatallal, az oktatási hivatallal, hogy akkor van az érettség, amikor meg van hirdet. Uh-huh. Aztán, hogy lesz-e belőle akkor valami, az egy másik kérdés, tehát az meghirdető. Tehát ők a legfontosabbak, őket kell felkészíteni az érettségére. Emellett ugye van a többi tagozat, és hát ugye tudjátok, hogy nekünk azért jó tanáraink vannak. Uh-huh. Nem mindenki, de ugye a 75-80% a tanári gárdának én azt gondolom, hogy jó. Hát most látom az arcokat. Hát... Nem, direkt nem reagálok semmit. Nem. Én már nem ismerem őket. A Béla reagál, de mindegy, nem is ez a lényeg. És... Most nagyon rosszul hallunk, Tomi. Nagyon nem hallottunk. Most aha, jobb? Aha, jobb, mondja csak. Szóval az a lényeg, hogy nekünk bejáratott csatornáink vannak a gimnazistákhoz, a gimnazistákhoz, ott nincs probléma. Tehát eddig is így küldtük ki a feladatot digitális, eddig sem nyújtottam ki az eszét. Tehát vagy ha kinyomtattam, akkor átküldtem. A prezentáció elérhetőek a gyerekek számára. Tehát igazából ez a nagyoknál nem okozott problémát. Viszont lejjebb nem voltak meg ezek a dolgaink, tehát az alsó tagozatban egyáltalán nincsenek ilyen csatornáink a szülőkhez. Hát van egy Messenger csoport, vagy Facebook csoport, ahol fikázzák a tanárokat a szülők, de ezen kívül másra nem használják. Hát ugye ezt mindenki ismeri. És akkor most ugye ki kellett alakítani azt a dolgot, hogy hogyan jut el a lecke egy alsós tanítónénitől egy alsós szülőhöz és onnan a gyerekhez. Mert ugye még egy 17 éves gimnazistának átküldöd az e-mailt, vagy csinálsz egy classroomot, vagy egy meglétező classroomba földöd a dolgokat, és ő veszi alapot. Ugye a kicsiknél ez óriási probléma. Egyrészt a tanítói oldalról sincs meg az informatikai háttértudás, illetve a gyereknek sincs meg az informatikai háttértudása, tehát kell hozzá a szülő. Tehát ugye ezen dolgozunk jelen állás szerint, hogy ezt hogyan hidaljuk át. Átküld egy tanítónén egy felől, színezd ki. Mit? Hát nincs nyomtatója, nem tudja kinyomtatni. Mi az, hogy színezd ki? Uh-huh. Tehát ugye a régi megszokott dolgokat át kell alakítani. Míg én átküldök egy tesztet, amiben beleír a gyerek, a legrosszabb esetben egy Word-ot és beleír, és el van intézve, vagy hogyha annyira jó akarok lenni, akkor használom a Google-nak a különböző, a Microsoft-nak a különböző dolgait, ez volt a reklám helye, éljen a Microsoft. És hát átküldök egy formot, akármit, beleír, visszakapom, látom. Tehát ugye ezt az alsó tagozatnál, vagy az 5. hatodiknál ezt a rohadt nehéz megszervezni. Jelen pillanatban ezzel küzdünk, ezzel a dologgal, hogy ezt hogy a viharba oldjuk meg, hogy ott tényleg akadálymentes legyen az információ áramlás. Én azért válaszoltam a kérdésre így nagyjából. A kérdést is elfelejtette, hagyjad. Mint mindig. Annyit segíts nekem, hogy nekem nem mégis... Kérdezni, mert úgyse tudod válaszolni. Annyit segíts nekem, hogy igazából engem főleg itt az érettségizők kérdésre. Mert azért ez így, én nem tudom elképzelni, hogy lehet megoldani így egy érettségit. Tehát, hogy
Van bármi javaslat erre, vagy ötlet, hogy hogy fog kinézni az érettségi? Hogy kell ezt megvalósítani? Tehát én nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy én, aki bementem oda, és ott ültem sokat magammal, akkor hogy lesz ez megoldva? Hogy lesz kontrollálva? Hogy ne legyen... És vértizettel? Hát a mateknél, igen. A többinél is, de most ebben nem menjünk el. Hagyjuk, bele nem menjünk, hogy te hogy érettségiztél. Hány évig tanítottad? Hát figyelj, vegyük bele azt is, amikor nem tanítottál, hanem igazgató lettél, mert segítettem, hogy a diákság felé prezentáljam kiváló tudásodat. Bár, ez hány év volt összesen? Jézus Isten! És ezt ki merte mondani? Igen, igen. Hát messze van egyébként. Tehát a kéz alatt lenne, akkor nem merne ilyen. Lefolytani. Hát igen, két erős kezű férfi van itt velem szemben, kicsit össze kell húznom magam, tudom. Na, de lényegre térve, érettségi. Egy biztosan van. Szóval érettségi. Az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy erről még nem kaptunk semmit, mi most készülünk, hogy az érettség úgy lesz, ahogy nálatok volt. Tehát, hogy bejöttök, megírjátok, elmentek. Nem hiszem, hogy... Elméletek van egy rendszer, ami a digitális érettségit lehetővé tenni. Nincs kísérletezve kristálytisztán, a legjobb tudomásom szerint ez fölösleges lenne ebbe belemenni. Én azt gondolom, hogy lesz egy normál érettségi, feladatlapokat megkapjátok felügyelőtanárral, el van intézve, megírjátok, és utána bejönnek szóbelizni. Itt igazából az a kérdés, hogy mikor lesz ez. Mert ugye ez május első hete, június első hete, vagy június utolsó hetei. Tehát ugye jelen pillanatban ezt nem tudjuk. Ugye erről hivatalosan nincs információ, jelen pillanatban az a rendelkezés van érvényben, jogszabály szerint, hogy az érettségi május első hetében kezdődik, és mindaddig, amíg nem kapunk hivatalosan erről ellenkező információt, nem kapunk egy jogszabálymódosítást, addig mi így készülünk. Tehát engem nem érdekel egyetlen egy internetes portálnak a okfejtése, mi arra készülünk, nekünk az a dolgunk, hogy május első hetében érettségiztetni kezdjük a gyerekeket. Mi így is készítjük őket. Ha nehogy Isten később lesz, akkor ez nekik szerintem csak egy pozitív dolog, több időjük lesz az írásbelire felkészülni. De jelenleg szerint teljesen fölösleges olvasgatni mindenféle marhaságokat a Facebookon, mert olyan okosabb az országban mindenki, hogy az valami hihetetlen, a focihoz és az oktatáshoz mindenkiért, tehát én azt gondolom, hogy úgy kell készülni, hogy május első hetében érettségiznek a gyerekek. Mi így is készítjük őket. Itt van a legkisebb problémánk, mert az új anyag, az már nincs. Van az érettségünk 4 hét, ha elkezdtek számolni. Tavaszi szünet le, ballagás, van 4 hét. Tehát ebben a 4 hétben nem új anyagot kell adni, hanem ebben a 4 hétben már gyakorolni kell. És ez a formája az oktatásnak tökéletes arra, hogy gyakoroljanak a gyerekek. Tökéletes. Jobb, mint hogyha iskolába járnának. Hát én azt gondolom, hogy ezzel akár az érettségizők még nyerhetnek is. Szinte egy 0-24-ben kapcsolatban lehetnek a tanára, akár online és interaktív módon, illetve oldhatják meg a feladataikat. Tehát én azt gondolom, hogy ez pozitívum. Tehát ki kell hozni ebből a pozitívum. Tehát van 100 egységem, ez az egy pozitívum, akkor ebbe az egybe kell belekapaszkodni. Hát ismertek, ez abszolút az életfilozófiám, hogy valami pozitív, akkor kapaszkodunk be. Tehát én nem féltem az érettségizőinket. Én azt gondolom, hogy és vizsgáznak is jelesre, mert tényleg visszajelzések alapján, kollégák visszajelzés alapján maximálisan teszik a dolgukat. Hát pontosan olyan érettek, mint ti voltatok idején, és komolyan veszik, és... Aha, akkor valami baj van. Érezzem az iróniát, vagy nem kell? Nem volt szarkazmus benne. Nem. Tényleg nem. Isten látja. Na, én minden voltam, csak komoly nem. Hogy? Én minden voltam, csak komoly nem. Hát igen. Most sem mondanám komolynak magam. Hát figyelj, az, hogy érettség meg komolyság, az egy másik történet, viszont tetted a dolgodat. Tehát a sok ellentétben kortársadal meg nem tette a dolgát, és nem csinált semmit. Tehát az, hogy valaki laza, az nem azt jelenti, hogy komolytalan az én olvasatomban. Tehát jó, megvettél, király. Jó. Ismertek, én sem a világ legkomolyabb embere vagyok, ettől függetlenül szerintem teszem a dolgomat, és nem hiszem, hogy ezzel bárkinek is bántélatok. Egy dolog megragad bennem, és ugye azért Bélával szerintem mi a sulinkban eléggé a közösséget próbáltuk így szórakoztatni,
És tudjuk azért, volt itt rádió, iskola rádió, volt itt Mikulás is, ugye Béla, azért visszatérhetünk erre, hogy volt itt minden. Ugye ezekben most kimaradnak a gyerekek, ezekben a közösségi dolgokból, és ezt mondtad is, ki is emelted, hogy ugye azért maradjunk annyiban, van, ami hiányzik a gyerekeknek. Erre bármi megoldás, vagy bármi történt, vagy ők szerveznek maguknak így, akár most hülyén hangzik, lehet hülyén hangzik, de egy napközit mondjuk például, ahol tanulnak együtt. Most ebben a helyzetben? Aha, látsz online, ilyeneket? Online. Online, persze, online gondolok, sem. Minden. Persze, én hallottam, hogy a végzősünknél például online osztályfőnöki órá volt, Zoomon keresztül, és mindenki bejelentkezett, mindenki megitta a kávéját, mosolyogtak egyet, tehát igazából ezt a részét is megpróbálják föltartani. Hát ugye a személyes kapcsolat az nagyon hiányzik nekik, egy hét után kellett egyértelművé vált, de hát jelen pillanatban ez a helyzet. És egyébként ez a maradj otthon, ez működik náluk. Tehát ugye ők tényleg ott van. Tehát az én gyerekeim 10 napja a lábukat ki nem tették a lakásból. Mondjuk most már ők 11-esek, tehát jövőre érettségizni fognak, egy picit megnőttek. És, igen, durva hallani. Igen, tehát amikor éppen néztük a fényképet, ugye 2010, hát ugye akkor ők kisiskolások voltak, és most pedig jövőre érettségizni fognak, hát telik az idő. Viszont egyre jobban nézünk ki, tehát ezen nincs esély. Igen. Mondjad, miért arra raktam. Én popcorn teszem közben, úgyhogy... Jó, hát igen, egyértelmű. Na mindegy. Az az igaz, hogy hiányzik nekik, tehát ez a helyzet. És mondom, hogy felelősség felszállni. Mondtad, hogy a Zoomot használjátok. Például, igen. Vagy nem mindenki azt használja, vagy ez ilyen felváltott sztori? Mindenki azt használ, amit akar. Ja, hogy az ott abban szabad kéz van. Abszolút, hát figyelj, minden működött a nagyoknál. Tehát most nekem egy messenger csoportom van, meg egy drive, amire föltöltök. Most miért hozzak létre egy harmadik dolgot? Tehát én most nem kezdtem ebbe okoskodni. Tehát ahol nem volt, nem volt, hogy egység. Utána most megpróbáljuk, hogy lehet egységesített. Most jelen például ezen is megy a háttérben az egyeztetés, hogy a meglévő jó dolgainkat szétzúzzuk-e. Tehát van-e értelme a meglévő dolgokat szétzúzni, mert ugye most jelen pillanatban a gyerekek akár 5-6-8 csatornán is kaphatják az anyagot. Mármint a tananyagot. Uh-huh. És nyilván, igen. És hát ugye van-e értelme változtatni ezen? Értelemszerűen, ahol nem volt, ott egységes platformot vezetünk be, és nem értelme. És a Zoom-ot, ti is azt a 40 perceset tudjátok használni? Az az igazság, hogy akinek van Zoom-ja, az annak van normális aktivált Zoom-ja. Tehát, hogy nem kell a 40 perces kilép. Egyébként meg, hogyha a 40 perceset használja, akkor utána egy pár percen belül újra lehet indítani, és lehet használni. Én például most a nevelőtestületem, ugye az a probléma, hogy van több mint 100 kollega. Uh-huh. Tehát egy olyan platformot kell keresnem a nevelőtestületnek, hogyha egyeztetni akarunk, ahol elfér 100 ember. Ez a going to meeting, vagy valami ilyesmi go to meeting, tehát valami hasonló nevű, ezt javasolták, úgyhogy a héten ezt fogom tesztelni a nevelőtestületnek. Mivel még ugye nem volt semmi előzménye nálunk, úgyhogy most ezt úgy oldottam meg, hogy van egy messenger csoport, vagy Facebook csoport, amiben benne vannak a kollégánk. Én élőbe bejelentkeztem a suliból, és hozzászólással lehetett tőlem kérdezni. Tehát az interaktív, mert ugye 100 embert kell tudni kezelni, és a Skype, a Zoom nem tud 100 embert kezelni. Uh-huh. Azért kérdeztem, mert ugye a Zoomot azt én is használtam már. Ugye én a Telekomnál ilyen regionális oktató vagyok, és üzletek tartoznak hozzám, és ugye én a Zoomot például ilyen napindítókra használtam. Mit tudom én, jöttek újdonságok, új csomagok, új akciók. Ugye egy ilyen napindító keretein belül, ugye fél óra 40 percbe, ugye ezt vettük át több üzlettel kapcsolatba. És ugye most a jelenlegi helyzetre való tekintettel, ugye nálunk is szó van arról, hogy kell valamilyen online tudás, támogatás, úgymond, és mi most például a Teams-t fogjuk használni majd az is jó. Üzleteknél, Telekomon belül. Igen.
És ezért kérdeztem, hogy mit használtok, mert én is használtam már többet, és kíváncsi voltam, hogy nektek mi a tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Figyelj, mi keressük, tehát ilyenünk még nem volt, tehát keressük a megoldásokat, igazából minden érdekel bennünket. Tehát én azt kértem a kollégáktól, hogy amikor kiderült ez a digitális kutatás, és elöntött a e-mailemet, meg az üzemélfalamat, hogy a csomó hirdetés, meg hogy internetről letölt a dolgok, és mondta, hogy most hagyjuk abba, mindenki keressen valamit, próbálja ki, és a saját tapasztalatait ossza meg, ne azt, amit más tapasztalt. Tehát engem nem nem érdekel Kis Pistának a tapasztalat, engem az érdekel, hogy te mit tapasztaltál egy használat során. És úgy néz ki, hogy most már jól állunk ebben, most jön majd az első konferencia, vagy hogy mondjam, értekezett, amikor megpróbálom az összes kollégát bevadászni. És az egy szép mutatványnak. Az, hogy ugye élőben bejelentkeztem az iskolából ugye a Yoda poszterem elől, és 60-an nézték, és kérdeztek tőlem, ugye a hozzászólásokban én meg azokra szépen válaszoltam. Hát ugye ez volt az első ilyen alkalom, kezdetleges volt, de működött. Hála jó Istennek. Úgyhogy haladunk. Uh-huh, jó, hát puding próbálja az evés, szokták mondani. Így van, így ahogy tetszik. Tanárok, hogy reagálnak? Milyen alternatív megoldásokat? Láttam egyik tanárunkat akár YouTube-ozni, hogy YouTube-ra tölti föl az anyagot pluszban. Mi az, ami még itt segíthet esetleg a diákoknak, vagy ti mit észleltek akár a környezetedben is? Hát figyelj, egyrészt mi ugye az alsó tagozatban úgy kezdtük, hogy csak egy levlista, és levelező listán kimegy a feladat, és visszafotózzák, és visszatöltik a kollégák az egészet. Ez az alsó tagozat. Ugye 5-től 8-ig, 5-6-ban az osztályfőnökök begyűjtik, levlistán kiküldik, visszaküldik a tanároknak, 7-től fölfele pedig ugye működik maga az úgynevezett online oktatás. Más iskolák idáig sem jutottak, gondolom őszintén. Tehát örülnek, hogy egyáltalán kapcsolatot tudnak teremteni a szülőkkel, gyerekekkel. Látok ilyen, hogy kötelező ott ülnöd 7.45-től 15 óra 5 percig a számítógép előtt, ha nem, akkor hiányzás és igazold a hiányzásodat. Tehát láttam már ilyet is. Hát nálunk mi leszünk az utolsók, akik bevezetik ezt, én azt gondolom. Tehát, hogy biztos, hogy nem. Azt látom, hogy azok az iskolák működnek szerintem jól, meg az a tapasztalatom, ahol van gimnázium, ahol vannak nagyok. Itt az általános iskolák azért szenvednek ezzel. Nem, nincs előzmény, amit látom. És nem csak a gyerekeknél nincs előzmény, a tanároknál sincs előzmény az egész történet. Úgyhogy hát nehézkes, maradjunk ennyiben. Jó, hát mondjuk a mi iskolánk az mindig olyan volt, hogy azért mindig tudott újítani, meg tudott egy picit meg tudta fűszerezni a hétköznapokat. Most csak gondolok, ugye voltak ezek a rádióadások, ugye azért ezeket a mikulásos történeteket is azért eléggé jól oldottuk meg, ugye a 24 órás sportnapok. Hát meg utána lett tévénk is, utána lett ez a tévé, szerintem ti abban még benne voltunk az elején. Benne, a legelején. Igen. A legelején, akkor azt utána Totiék vitték tovább, és azért az ezért, Ulai Kristóf, stb. Tehát Bölgyesi Dávid, tehát ők azért működtették ezt az SZIA TV-t. Ha valaki megnézi a YouTube linkeket, azért azok még mindig fönn vannak. Aztán hát... Azért most volt egy Animal Cannibals koncert is fönt. Hát sok. Hát mesélj csak erről, milyen évnyitók voltak például azért, hogy sok minden van, amiből most ugye kimaradnak a gyerekek, de mi is volt akkor azért a sulikban? Beszéljünk nyugodtan erről is. A rendhagyó évnyitóra? Aha, a rendhagyó évnyitó, mert az nekem nagyon tetszett. El is mentem volna, de hát... Hát ugye az én nagy álmom az, hogy a Lónyai utca le van zárva, ott van egy nagy színpad, és egész nap zenekarok lépnek fel is ez a évnyitó. Hát ugye ezt kicsit elkezdtük úgy, hogy tavaly, tehát már mint a 2018. szeptember 1-én a Bieber's koncerten nyitott. 2019. szeptember 1-én pedig Lugosi zenélt egy kicsit, Dánielünk, egy kis Nirvánám tagda. Hát biztos, hogy az alsósoknak nagy élmény volt. Meg a ST-ék léptek fel, ugye a Anett és ST akusztik, tehát én azt gondolom, szóval kezdjem az elején, és ne dadogjak, hogy ha valaki unta a tanévnyitókat, az én voltam.
Tehát, hogy nálam jobban szerintem senki nem mondta. Én úgy hívom magam, hogy pingvinnek öltözve ott kiállok és hülyeségeket beszélek, ami senki nem érdekel, engem sem, hozzáteszem. És mert okosat kell mondani. És azért gondoljunk bele abba, hogy megjön az az elsős kisgyerek, vagy bárki megjön egy két hónapos szabadságról, és azt látja, hogy ott van egy kopasz öltönyben, nyakkendőben, és azt mondja, hogy milyen jó neki itt. És hát hogy lenne neki jó, miközben a Balatonról érkezik, én is barnára sülve, bicikliztem egész nyáron, kiártam a Tiszára, és hogy ez nekünk jó. Hát ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó, hát ugye visszatérünk a munkába. Hát ugye azért valljuk be őszintén, nem jó dolgozni, hogyha szabadságról visszatérsz. Tehát az első pár nap az nem egy. A másik, hogy most gondold el annak a 6 évesnek a lelki világát, aki beesik egy 900 fős iskolába, 100 tanára, tehát ott van benne 1000 ember. És ott állsz 6 évesen, és nézd, hát ugye az én szülőfalum 2000 fő, ott van a fél falu, egy épület. Tényleg, tehát ezt így kell látni. Azt mondod a 6 éves, hogy örüljél, baszki, hogy te itt vagy. Hát hogy örülj? Hát nem örül. Ugye én szeretnék egyszer egy olyan tanémitot, ahol mindenki jól érzi magát. Tehát, hogy a 6 évesnek legyen egy ugrálóvár, meg fessék ki az arcát, meg futja a lisztet, meg lufit kapjon. Tehát, hogy neki egy pozitív élménye legyen az első nap. A nagynak meg mi kell? Hát az is menjen le, és domboljon egy koncerten, nem? Ja, nem. Tanároknak így elsőt, nem? Tehát, hogy igen. Hát én támogatom. Ha azt megoldod évnyitón, akkor újra kezdem a sulit, figyelj. Tehát, hogy... De én azt gondolom, hogy igazán van ebben a történetben, nem? Persze. Tehát, hogy ugyanezért nincs meg tanévzárunk sem. Tehát a gimnazistát nem érdekli, hogy én mit magyarázok a statisztikáról. A gimnazistát az érdekli, hogy menjen a Volt Fesztiválra, mert az első rendezvény. Reméljük lesz az idén Volt Fesztivál. Tehát osszuk ki a bizonyítványt, köszönjük meg, hogy itt volt, mondjon az osztályfőnök 5 mondatot neki, és engedjük el. Tehát neked nem a 187. nap kell a világot megváltani, én azt gondolom. Ja, és 45 fok van, izzad, mint a disznó, és akkor még öltöztessük be ünnepi ruhába. Minek? Minek? Tehát azt gondolom, ezek teljesen értelmetlen dolgok a világon. Régen is voltam. Mit tanácsolsz azoknak a szülőknek, ugye, akik mondjuk oké, nem tudnak otthon lenni a gyerekkel, és mint azért iskolaigazgató, meg tanár is azért, hát van egy felelősség nyilván, hogy próbálj segíteni talán így a szülőknek, hogy mivel tudják most elfoglalni magukat a gyerekek szerinted, vagy mi az, ami jó tanács lehet, mondjuk akár kisebb szempontból, tehát akik még nem fogják föl annyira, hogy mi zajlik itt ebbe a világba most, meg akár felnőttebb fejjel is, hogy ott mondjuk nincs ekkora probléma, de mit tanácsolsz? Van-e egyáltalán így javaslatod? Hát ez nagyon nehéz, mert ugye én kiírtam a Facebook oldalon, hogy szerintem ezt a vírus az alsós tanítónénik dobták ki piacra. mert a szülők most döbbentek rá, hogy mi is történik a gyerekükkel úgy egész az iskolán. Mi az a munka, amit a háttérben meg kell tenni. És amit én mondtam már nektek, hogy a színezt ki, nem tudja ki színezni, mert azt ki kell nyomtani. Tehát ugye mi sem álltunk rá, és én azt kértem a kollégánktól, hogy olyan feladatot próbálnak meg adni a gyerekeknek, amivel el tudják önállóan foglalni magukat. Hát ugye hiába tartunk alsóban egy online órát, az online órának semmi értelme nincs, mert Pistike mögött ott kell állni, mert eddig a tanítónéni ott állt mögött, és nézte, hogy Pistike valóban jól kanyarintja azt az abbetűt. Most hiába van ott a tanítónéni a monitoron, ő nem látja, hogy Pistike mit csinál. Nem látja a füzetét. És ugye itt most a szülőnek kell ott állni. És én nem vagyok alsós tanító, én csak szülői oldalból indultam ki. Mondjuk azt, hogy olvasd el a Mátyás király mesét, ezt add ki, majd a gyerek elolvassa a némba olvasásra, olvasom fel belőle 10 sort a szülőnek, és utána küldjünk át egy YouTube linket, és nézze meg a magyar népmesékbe. Akkor megint elfoglalja magát 15 perc, és mondjuk azt, hogy egy fél órában rajzolj róla egy valamit, amit küldjátok. Tehát a szülőket valahogy tehermentesíteni kell az alól, hogy ott álljanak több órában a gyerekek mögött. Rohadt nehéz. Nagyon nehéz. Ezeknek a feladatnak az összerakása, ez több óra egy alsós tanítani. Meg bánti. Tehát mire végig gondolja azzal a fejjel, hogy a másik oldalnak mi munkája van ebben.
Az a legegyszerűbb, hogy old meg a tankönyvet a 82. oldaltól 92. Ez a világ legegyszerűbb, ez 3 másodperc. Ezzel a szülő nincs kisegít. És igazából nem tud tanácsot adni, mert most ezzel a szülőknek roppant nehéz. Türelmet. Ez a jó. Legyen türelmes. Velünk is, meg a gyerekkel is. Meg hát az az igazság, hogy önmagával is. Most gondolod, egy kiárási tilalomra 3 hétig nap 24 órában 7 napok keresztül össze vagy zárva. Maga lesz a pokol. Lesznek olyan szakmák, amik egyébként megnövekednek, azért maradjunk annyiba. A vállóperes ügyvéd, meg szerintem a szülész, meg szülésznő szakma az nagyon keresett lesz, ha lemegy ez az egész történet. A vége, mert a szépségipar is vissza fog pattani 48 órán belül, mert mindenki fordulás, az ügyvédmes, az kozmetikus, hogy egy szoláriumba akar elmenni. Tehát ez a tetoválók, már nekem is már be van tervezve. Hát... Nem bírom a tetováltakat, tehát én... Jó. Nyilván. Figyeljetek, én arra gondoltam, hogy azért itt tényleg beszélhetünk ilyen nagyobb problémákról is, ami még így publikus. Volt-e valaki, aki mondjuk hozzád jelentkezett, Tom, ilyen nagyobb problémával, hogy... Tehát, hogy valami nagyobb gond adódik, nem tud tanulni a gyerek, vagy volt valami extrém sztori nálad, ami kibukott? Hát figyelj, nálunk például az történt, hogy az egyik hetedik osztályban írt a szülő, hogy sajnos nekik olyan az internetük, hogy nagyon gyenge, az adatforgalom fogy, és ugye a YouTube linkek fogyasztják az adatforgalmat. Azért el kell mondani, hogy nekünk az egyik mobil szolgáltató cég szponzorált egy okos tantermet. Nem szabad megmondani, melyik az a cég, mert azt kérték, hogy ne mondjam meg. Mondhatom minden... nyugodtan, megengedem nyugodtan. Nem szabad megmondani. És van egy standtermék, ami úgy néz ki, hogy van egy hatalmas tablet a falon. Én csak úgy tudom, tablet. És van hozzá 30-valahány darab sima tablet, és van hozzá egy SEO-t vezető rendszer, amit kihoz fel gyerekeknek a feladatot. Van hozzá egy tanári gép, egy belső wifi hálózat, tehát tényleg egy abszolút okos gépen. És ugye, mivel Budapesten 3 ilyen jött létre, az egész országban azt hiszem, hogy 20 darab, és miénk az egyik. Tök jobban lettem ennek a mobil szolgáltató cégnek a vezetőjével, egyik vezetőjével. Szólt a szülő, hogy hát őknek nincs internet. És hát fölhívtam a marketing igazgató hölgyet, és 42 perckor és 10 óra 28 perckor azt választottam a mobil szolgáltató cégtől, hogy az a kérdés, hogy mikor és hol tudják átvenni a szülők a csomagot, amivel a gyerek fog tudni mindent. És azt kérték, hogy ők nem azért csinálták, hogy ebből országos hír legyen, mert én azt szerettem volna, hogy ebből csináljunk egy nagyobb hírverést, és az volt a tiszteletteljes kérése a cégnek, hogy ezt ne verjük nagy dobra, mert ők ezt nem ezért csinálták. Tehát, hogy, ez nem marketing fogás. És én ilyenkor úgy nézek, hogy hát igen, akkor ezek szerint mégsem annyira anyagiasodott ez a virág, és annyira nem eltűnt. De meglepő volt, és azonnal segítettek egyébként, ezt így hozzáteszem. Úgyhogy köszönet érte. Úgyhogy holnap hozzák a dolgot, nekem kell átmenni, és akkor én fogom eljutatni a diákhoz, és akkor fogom eljutatni. Azért mondjuk ezeket jó hallani, hogy vannak ilyen sztorik. Az oké, hogy mondjuk Budapesten így ezt meg tudjuk oldani, meg azért azok az iskolák, akik kicsit mondjuk felszereltebbek, megoldják. De mi lehet mondjuk egy vidéki iskolával, ahol nincsenek ilyenek? Van-e valami ismerősöd, aki esetleg ilyen helyen? Persze. Vidék jobban felszerelt egyébként digitális oktatást elé, mint Budapest. Jó, hát nem tudtam nyilván. Nem vagyok is tetovált iskolai igazgatója a poszterrel, tehát... Ez azért van, mert az uniós pályázatokból digitális fejlesztésből a kommunikáció régió. Tehát ugye a vidéki régiók voltak fejleszthetők, Budapest nem fejleszthető. Tehát 2 uniós fázisban, 14 éve még ki vagyunk zárva az összes digitális fejlesztésből, tehát a vidék lényegesen jobban ellátott ilyen tudás, mint Budapest. Viszont mondjuk, ha megnézzük az ilyen kis szülőfalumat Tisza Szentimrén, ahol a iskolában vannak 120, ilyen állunk azért egy évfolyamon, mondjuk egy 9. évfolyamon van 100 gyerek, az iskolában van 120, tehát hogy csak érjel. Én azt mondtam, mert beszéltem az igazgató kolléganővel, és mondtam, hogy a világ legegyszerűbb dolga. Kriszti, kinyomtatjátok, és a postás kiviszi a feladatot.
Tehát ennyit a digitális oktatásról. Tehát én azt gondolom, hogy nem kellene ezt túlspirázni, ezt az egész történetet. Persze, természetesen lehet online órát tartani, meg egyéni fejlesztés, de maga az anyagnak az eljuttatása, mármint a tananyagnak az eljuttatása. Az, jól, beszéljünk majd. Streamen kívül. Tehát én azt gondolom, hogy a maga a feladat eljuttatása világ egyszerű dolgok is településen. Még ugye most gondoljátok végig, hogy a mi 950 tanulónak a 20-21% az nem is budapesti lakos, hanem ugye az agglomerációból, vagy hát ugye a focista lányunk meg aztán az ország valamennyi területéről érkeznek. Tehát nekünk ugye például a 9. keleti diákunk jó, ha van 20%. Tehát ugye a mi helyzetünk ebben a tekintetben lényeges. Nem mindenki a Rádai utcából sétál át, ez mondjuk biztos. Vannak ilyen kör. Hát azok késtek el mindig, tehát ezt tudjuk. Vagy mentek be alsógatjába. Nem történt ilyen. Vagy be sem mentek, ugye? Én mindig bementem, ezt kikérem magamnak. Hát foci volt, tudod, aztán menni kellett oda. Ja, igen, végülis az iskoláig mindig bejutottatok az iskola épületébe. Az, hogy tanítási korára milyen százalékba jutottatok el, ez egy másik kérdés. Hát, az egy másik kérdés természetesen. De láthattál az ablakodból, hogyha kinéztél az ablakodvarra, tehát ott voltam. Persze. De nincs ezzel semmi gond, tehát na mindegy, igen. Volt egy jó stúdiónk. Ja, az is volt. Igen, és megélt minden. Az se ott van már, úgyhogy... Hát már. Igen, azt igen. Átköltöztettük. Ott voltunk a stúdiónál, amikor volt még öreg diák találkozó. Öreg diák találkozón voltunk tényleg, és be is mondtuk, hogy zene szól. Trollkodtunk egy kicsit, de hát az előfordult. Ne, az jó volt. Hát miért jó volt? Miért az öreg diák találkozók, ezek világbajnokok. Az biztos. Az biztos. Tehát ez az év egyik fénypontja. De ez tényleg így van, én imádom. Gondolom. Jó lenne, hogyha most is lenne. Tényleg, a múltkor 3,5 órán keresztül az irodámból nem húzottam ki, tehát mindig érkezett valaki. A pálinka azért azt tud fogyni. Én nem iszom, én nem. Nyilván. Én szörpöt iszom. Egyértelmű. Én is csak kólát iszom amúgy. Ne, semmi nincsen benne. Jó, hát szerintem lépjünk tovább. Igen, szerintem így. Na, engem még mindig érdekel, mert hát azért tudom, hogy nagyon jó testnevelő tanárai vannak a gimnáziumnak, és én ezen nehezen tudok túllépni. Hát hogy néz ki tényleg egy ettesi óra? Tehát, hogy nekem van ettesi óra, vagy... Szekrényugrás. Vagy a konyhában Béla, valaki... Béla, emelt fel a fejem, mert nagyon kopaszott. Miki egérbe. Ja. Szóval, tesi órák. Mi a helyzet? Ez nem, az igazság, hogy ezzel a csajozási lehetőségeidet csökkentettek. Köszönöm. Béla, ha le akarod tenni a telefon, szóljál csak nyugodtan. Sokat segít egyébként, sokat segít, köszönöm. Azt ha kezdett unalmas lenni a műsor, aztán mondom, belefejelek egy kicsit. Az igazság, hogy már meg sem merem kérdezni, hogy egyáltalán vannak-e. De mindegy, ezt most mehetjük. Na, szóval... Van kettőt mögöttem. Azok a kutyák. De mindegy, hagyjuk, bele ne menjünk. Tehát ez... Az egy másik műsor. Belemeltünk más... később. Jézusom, hova lyukadtunk ki. Na! Tesi óra! Tesi óra. Természetesen ugye a tesi óra az nincs. Tehát azért ez egy elég mutatos történet lenne, hogy tesi órát tartsunk virtuálisan. Mi nagyon elengedtük a tesi órát, de hogy ugye nehogy az legyen, hogy a tesi tanáraink nem csinálnak semmit, ezért az egyik oldalon például egy ilyet mondhatjuk, ugye az én szeretett kollégám Ömböli Attila tanár úr, ő azt mondta, hogy mindenki kezdjen el és fejlesz-e mondjuk a felülést, meg a hasprést, meg minden, és akkor kiderül, hogy azt közölje vele, hogy honnan indult és hova érkezett meg, tehát hogy csináljon olyan feladatokat otthon, amihez nem szükséges tornaterem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye a testnevelésnek bármilyen hihetetlen, de van elméleti része. Tehát ugye egy olimpia történet, egy sporták történet, egy szabálytörténet, szabályokról mai, tehát annyi a kérés a testnevelő kollégáknak, hogy ebben a tanévben erről adjanak be a gyerekek egy beadandót. És az otthában intézve a történet. Jegyük van, tehát ugye itt azt kell látni, hogy nem csak a testnevelőség, hanem minden tantárgya igaz, hogy van elég jegyük a gyerekeknek.
Tehát maga a tanév nincs veszélyben olyan tekintetben, hogy nem tudjuk a gyerekeket lezárni és leosztályozni. Mármint nem leosztályozni, hanem osztályozni, mert általában mi nem lefele szoktuk osztályozni a gyerekeket, hanem felfele. Tehát nincs veszélyben a tanév. Kap egy beadant, elkészítik, és akkor csinálnak egy prezentációt, akár csoportban is, akár egyesével, és ezzel megvan oldva az egész történet. Mozogni úgysem tudnak. Hát csináljon a gyerek óránként 10 fekvőtámaszt, semmi baj nem lesz tőle egyébként. A legfeljebb megtanul fekvőtámaszt csinálni. Múltkor voltam benne egy osztályban, nem mondom meg, hogy megve, 20 fiúból, a 20 fiú nem tudott egy egészséges fekvőtámaszt csinálni. Hát ezt el tudom hinni egyébként. Hogy? Ezt el tudom hinni amúgy. De ezt most komolyan. Nem azért. Én tudok, nem azért mondtam, hogy én nem tudnék, csak hogy nem tapasztalat. Ő sem erült bennem, hogy te nem tudsz. Tehát az... De másnak hullámzik, mint a Palaton a fekvőtámaszt. Szálkás vagyok, mint a Kárász Rai, nyugi. Szálkásnak nem mondom nálad, de állatok azon a vidéken más jelent, hogy szálkás. Jó, hát a tvecsésen azért ez más, tudod. Persze, hát van a szál, és akkor azt becézzük, és akkor ezt beszél. És akkor... Akkor még mindent lehet így becézni, nem? Na, figyelj! Még engem egy dolog érdekel még nagyon. Ugye a Szent Györgyben volt... Aki... Azért, hogy a Béla valóban meg tud-e csinálni egy egészséget. Figyelj, megnézhetjük, azt szeretnéd. Nem. Makonyi! Biztos... Nem megcsinálni egy egészséget. A nyakadra lépek, basszony! Biztos, hogy egyszer gatyában van, azért nem akarja ezt mondani. De mindegy, nem baj. Nem baj. Senki nem látja, hogy meg tudsz-e csinálni egy fekvőt, majd nyilván akkor így egyértelmű, hogy nem tudsz, de majd kiderül. Jó, azért mutatnám, hogy most ne haragudjatok meg, most ne azért, de na, azért van múlt, na. Jó, van itt. Nem a hangyák hordták össze, éppen most... fejlődési státuszban vagyok, egy kicsit most jön vissza, de majd lesz ez még így se. Na. Köszönöm. Az, hogy van valakinek múltja, az nem azt jelenti, hogy jelene is van hozzá. Viszont jövőn még lehet. Hú, de tudtam, hogy ez lett a válasz. Ami szokott lenni ugye a Szent Györgyiben ilyen idősügyi program, hogyha jól tudom, ahol online oktatás zajlik az időseknek. Ugye nyilván ez most nem tud zajlani. A Szent Györgyben. Nem online. Hát mármint helyben, csak hogy online világba oktatás, akkor inkább így fogalmazom. Ez a jó, ja, ugye? Igen, ez egy olyan, hogy ez egy gép használat, illetve mobiltelefon használatot oktatnak a gyerekeknek, az időseknek. Egyébként össze van kötve egy testnevelés órában, mert a második emelet legvégén van az internet. Tehát nem csak informatikai oktatás zajlik, hanem szegényeknek föl kell jutni a második emeletre, ugye az infó. Tehát az infóterem az a épület legtávolabbi pontja a bejárattól, úgyhogy szegényeket szoktuk sajnálni, mert egy-két idős ember kell azért megpihen az első emeleten és megpróbál följutni. Hát liftünk sajnos nincs, tehát nem vagyunk akadálymentesek, de minden viccet félretéve ez tényleg egy komoly sport nekik oda följutni. Borzalmasan sokan vannak. És ugye mi ezt összekapcsoltuk a gyerekeknek ezzel a közösségi munkájával, ami kell az érettségére. A épületen belül segítik az oktató pedagógus, hogy oda megy Pistike, és Pistike segít nyomkodni a telefont, illetve a számítógépet. Béla megint behajoltál, és a Miki Egér frizurádat látjuk. Én csak szólok, tehát hogy... Kösz. Segítem a karriered alakulását. Beveszülök is. Így tökéletes. Azt nem mondanám, hogy tökéletes, már legyünk ennyit, hogy jó. Hát akkor lenne tökéletes, az arcát csinálnám. Tehát akkor az ügyét még akkor lehet. Bocsánat, befejeztem. Béla, megértem, hogyha legközelebb nem jössz. Megértem. Na, viccet félretéve. Működik ez? Ez most nincs. Uh-huh. Az önkormányzat számított el arra szintén, hogy megkérdezze, hogy ez digitálisan online. Ha már önkormányzat, volt valami központi tanács, vagy központi utasítás amúgy, hogy mert ugye itt mindenki azt mondta, hogy
ugye az önkormányzatok felelőssége még pluszban ezt kialakítani, illetve segíteni. Itt nálatok volt ilyen? Segítség, vagy bármi? Hát nekünk ugye nincs csapunk az önkormányzattal ebben a tekintetben, minimális, hát ugye mi nem az önkormányzathoz tartozunk, illetve a képezett központhoz. Ráadásul ugye megváltozott az önkormányzat felállása összetétele, úgyhogy, nekünk ilyen tekintetben nincs kapcsolatunk, nagyon nagy kapcsolatunk. Bennünket ugye a tankelet segít ebben a tekintetben, tehát a tankelet az, aki irányítja a munkánkat. Természetesen nem utasításnak hívnám, hanem jogszabálynak. Tehát ugye megjelent a kormányrendelet, és a kormányrendeletnek maradéktalan eleget kell tenni. Tehát, viszont ez elég tág határokat szab. Tehát nincs olyan kötelezően elérve, hogy most ennyi percet kell a gyereknek, meg ilyen formában, hanem azt kérte az államtitkár úr, hogy oldjuk meg. Mindenki lehetőségeinek, tudásának megfelelően oldja meg a digitális oktatást. És minden iskolának ilyen tekintetben szabad kezet adtak, hogy hogyan és miként oldja meg ezt a dolgot. Az a lényeg, hogy a gyerekek legyenek. Igen, hát nem lehet itt most kötelezően előírni, hogy már pedig 7 óra 45 perckor mindenki magyar órát tart. Nem lehet. Nem lehet. Viszont azt látjuk, hogy a 480 válaszoló, azt 75% azt válaszolta, hogy a gyereknek van önálló saját informatikai eszköze. Hát ugye ebben az interben a gyerekek otthon informatikailag ellátottak. Tehát a 3/4-ének van saját eszköz. Most a saját informatikai eszköze, telefon is benne van, tablet, a laptop, PC, stb. Tehát mert ezt akartam megtudni, hogy mekkora a lefedettségünk ilyen tekintetben. Hát de a tanároknak is van ilyen lefedettsége azért? Mert ott inkább lenne kérdés. Ezt még szombaton reggel megkérdeztem. Két kollégának nem volt semmilyen. Nem, egy kollégának nem volt semmilyen. Tehát se egy laptopja, se egy tabletja, se egy PC-je. Hát természetesen kezdik benyomni egy laptopot. Mindenki másnak van. Másnak egy tablet. De általában azért vagy egy laptop, vagy egy PC van már. Egyébként például, ha nagyon nagy igény lenne, akkor egy PC-t mindenféleképpen tudunk adni. Tehát azért nekünk van egy olyan 10-15 olyan szabad gépünk monitorral, amit oda tudunk adni, hogyha a kollégának erre szüksége van. Meg igazából most oda tudjuk adni az informatika teremből is, mert hát nincs informatika oktatás. Hát ugye tudjátok nekünk azért van két jól felszerelt informatikai termünk, meg hát ugye ott van dobozban a vékony kliens rendszerünk is, amit szeretnénk jövőre egy szaktanterembe beüzemelni. Tehát azért mi egyszerre tudunk 70-75 gyereket oktatni informatikából. Tehát arról van szó, és hát megfogom a gépet, azt elviszi a kollega, és majd visszahozza a nyáron. Hát most ez nem egy akkora történet. Tehát a tanárok lefedettsége abszolút megoldott. Abszolút megoldott. Meg hát mi eddig is e-mailen kommunikáltunk, csoportokat kommunikáltunk, hát működik a dolog. Jött egy kérdés Beethoven-Hoffi barátunktól, Ádám Schwarz kollégától, hogy Schlemi tömeggyártására mikor lehet számítani esetleg? Mire? Schlemi tömeggyártására mikor lehet számítani esetleg, mint ugye, informatikai szakember? Ja, Schlemmernek az tömeggyártására? Igen. Akár bevásárlásban is el tudom képzelni, hogy az idősekhez kiárna. Nem tudom, hogy Schlemmert akarjuk elklónozni, tehát... Ennyi elég? Szerintem egyébként kielégítő volt a válasz. Kielégítő, az maximálisan az biztos. Vagy kit szeretnétek még klónozni ezen kívül? Szerintem... Az nem volt túl őszinte, Bélám. Na, utolsó kérdésként így, én még egyetlen egy dolog így, azért kapcsolódik így az érettségihez, mert ez az, amit a legnehezebben tudok elképzelni. Hogy kell egy kémia kísérletet, vagy egy fizika órát elképzelni? Oké, hogy vannak elméleti dolgok, de azért mégis a látvány ezekben a tantárgyakban mondjuk úgy a kísérletekben van. Hát... Látványt úgy gondoltad, hogy mint Enikő néni, mint kémintanár látvány, vagy mint a kísérletben. Kísérlet. Ne, direkt nem akartam neveket mondani, de... Most a tanárra vagyok kíváncsi? Nem, én a kísérletekre vagyok nyilván kíváncsi.
Annyira jó, hogy látom az arcotokat, tehát én kíváncsi voltam, hogy erre mit reagáltok. Hát próbáltam úgy reagálni, ahogy egy korábbi dökelnöknek kellett, de nem sikerült, úgy látom. Na most ugye, hát a filmjegyzetet... Nekem se nyugi. Láttam. Az a lényeg a dolognak, hogy a filmjegyzetet, az ugye jó, hogy te látod, meg színe van, meg szaka van, meg jobban, meg zajom. És hogyha fölmész a YouTube-ra, akkor 628 millió visszatot látszik. Sajnos még többet is, mint kellene, mert ugye az atombomba és a napalm gyártásától elkezdve mindent látsz a YouTube-on, és a gyerekek szeretik inkább ezt kikísérletezni, mint teljesen mást. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem probléma, mert egy kémiai kísérlet volt, és benyomod a YouTube linket, és el van intézni, és akkor megnézed. Szerintem ez nem... Vagy például nálunk a fizika tanárunk, a tanít, a Antoni, folyamatosan YouTube linkeket mutogat a gyerekeknek. Tehát YouTube-ból bejátszak kísérletet, megnézik a súlytalans, pont nem voltam, hogy olyan is a súlytalanságot nem elmagyarázta, hanem a NAS egyik videóját megmutatta, és ott látták a gyerekeket, hogy a súlytalanságot. Ez nálunk is. Persze, tehát ezek nem új dolgok. Igazából itt az a probléma, hogy azt nem tanulja meg, hogy hogy kell elvégezni a kísérletet. Tehát ő nem tud kísérletet elvégezni. Ez nem majd, amikor bejön az iskolába, akkor majd megtanulja, és megnézzük vele. Tehát hát azért gondolom, csak fogunk járni iskolába előbb-utóbb, inkább utóbb, mint előbb, de hát akkor majd megtanulja ezt a részét. Úgyhogy szerintem ez nem akkora probléma. Itt például a testnevelés lényegesen egy probléma. Mert még rajzolni is tud. Rajzokat lefotózzák, technikából csinál, mit tudom én, papírhajót, többfélét, origamizik egy kicsit, lefotóz és elküld. Hát még nekem is menne talán. És egy jó énekóra? Hát hallgat zenét. Bevágok én bármilyen Madonnát, vagy ezért Michael Jackson. De miért klasszikus zenét is lehet hallgatni? Az is klasszikus, nem? Vagy bármilyen... Hát jó, de mondjuk mit tudom én, hogy egy énekóra keretein belül, amikor emlékszem arra, hogy az én énekóráim azok olyanok voltak, hogy ilyen minden egyes énekórát énekeltünk, meg kottáztunk, vagy mit tudom én, nehogyis. És hogy ezek azért mondjuk egy jó éneklés így Skype-on keresztül. Hát énekeljenek én tőle. Vagy énekeljenek olyan hangot, hogy hallják egymást. Azt gondolom, hogy nem, tehát itt most ezeket el kell engedni, ezeket a dolgokat. Tehát én azt gondolom, tehát nem erre kell koncentrálni. Ja, és akkor az énektanárnak nincs annyi óra? Nincs. Viszont ha azt kiszámoljátok, hogy egy énekszakos, egy rajzszakos kollega, akinek heti egy órája van az adott osztályban, mi azt jelenti, hogy ahhoz, hogy neki 22 órája meg legyen, ahhoz neki 22 osztályt kell tanítani, átlagosan 22 osztályban van 30 gyerek, az azt jelenti, hogy 600 gyereket tanítani. Na most, hogyha csak egy beadandót kérünk egy 5 oldalasat a 600 gyerektől, az azt jelenti, hogy neki ebben a hónapban 3000 oldalt kell úgy végigolvasni érdemes, és erre egy osztályzatot ad. Akkor neki már megvan az a feladata, hogy oké, kidobott egy címet vagy 5 címet, viszont végig kell olvasnia utána, amit ő elvárt. Legalábbis, ha már elvárt. Az a nehezebb. Igen, igen. Szóval azért mondom, hogy mindegyiknek megvan a maga nehézség. Egy nyelvórát, az elvárás, hogy egy nyelvóra meg legyen interaktív a digitális oktatásban, ott zoomolnia kell a tanárnak, vagy skype-olnia, vagy mert ugye ott nagyon nagy. Egy matek órán az az elvárás, hogy oké, kiadom a feladatot, de azért egy gimnazista matek példát a szülők igen nagy százaléka nem fog tudni megoldani. Nem is kell a gimnáziumba menni, már az általános iskola felső tagozatot. Ott várnak egy YouTube linket, vagy egy előre felvett videót a tanártól arról, hogy hogyan és miként oldja meg a feladatot. Tehát minden tantárgy, minden tagozaton, minden korosztályban más. Tehát nem lehet általános igazságokat mondani, én azt gondolom. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy jaj, az énektan rajztan nem csinál semmi. Igen, csak akkor a rajztan kéri, hogy állítsatok össze egy prezentációt az impresszionizmusból. Jó, oké, ha van esze a rajztanának, akkor most az egész képzőművészet történetet lefedeti most a gyerekekkel, mert megcsináltatja a prezentációt maga helyett. Nem? Viszont ezt csak végig kell nézni. Tehát itt minden korosztálynak, minden tantárnak megvan a maga egyszerűsége, és ebben a kérdésben, mert sokkal egyszerűbben tudsz dolgot, megvan a maga nehézség. Hát ezért kár azt mondani, most a pedagógus rájött. Pedagógus most nem ér. Pedagógusnak most dolga van. Nem is kevés. Hát itt most 15 év lemaradás, 20 év lemaradás kell bepótolni heteken, napokon belül. Így van. Viszont
Viszont ennek lesz egy nagyon pozitív hozadéka, mert ez mind rendelkezésre fog állni innentől kezdve. Innentől kezdve ezek meg lesznek. Az én nagy álmom egy olyan utolsó év a gimnáziumban, amikor a gyerek félig meddig otthon van, már új anyagot nem tanítunk, és csak gyakorolni jár be a gimbe. Amerikában van egy ilyen középiskola. Szerintem a világban. Tanulja meg az új anyagot, te csak egy mentor vagy. Te csak segíted már a gyereket. Nem elmagyarázod, hogy mi az, hogy hidegkábra. Te elolvassa, utána néz, megtanulja. Te már csak feladatot oldasz meg, és azt a 3-4 csomópontot megerősíted. Már pedig ez így van. Ez egyébként azért jó. Az tök jó egyébként, amit mondasz, próbálom egy picit átvezetni a... Köszi. Próbálom egy picit átvezetni ugye arra a részére, amit ugye én csinálok a Telekomnál. Ugye ott is egyébként egy elég nagy változás volt így az oktatás részén. És ugye ami eddig volt, ugye ez a tipikus beültem a padba és tanultam a szakmát. Most ez annyiban változott, hogy ez az e-learninges verzió, ugye, amit most te mondtál, hogy ez a fele-fele. Van egy kicsit a fronton, van egy kicsit az iskolapadban, viszont a nagy részét ő otthon sajátítja el egyébként egy adott anyagból. És hogy egyébként tök jól működik. Egyébként majd mellék megjegyzést tegyek, tehát 2010 szeptember 23-án az ominózus fényképünk készült az a közösségét. Hát, valaki azt mondja, hogy 2020 március 23-án pedagógiáról beszélgetünk Skype-on keresztül Mankó Bélában, és valaki ezt így megjövő nekem, biztos vagyok benne, hogy szarrá röhögöm magam. De én is. Megtörténik, basz, megkeresem azt a képet, hogy azért lássák, hogy miről beszél. Ezért szép ez az élet egyébként. Igen, van egy szép kerete neki, és ez egyik csücske egyébként. Tehát jó. Hát az az igazság. Az az igazság, és ezt nem akarok azért, mert fizik vagyok, tehát több fórumon elmondtam, hogy már akkor látsz, tehát látszik azért már gimnáziumban arról, hogy nem kell jó tanulónak lenni mindenkinek, tehát nem kell kitűnőnek lenni. Tehát abban nem csak kitűnőnek érvényes a legjobban. Kicsit nem kitűnő, de zsivány, az többre viszi, Ez itt tőle is mutatja egyébként. Tehát, ezt magamének érzem. Jó, mondjuk ilyen kivétel vagyok, milyen kitűnő is voltam, meg kitűnő érettségiztet, meg vittem. Tehát, na, hát ez vannak azok, akik ezt... Vannak kivételek, igen. Megpróbáltam kitenni ezt a képet így középre, hogy valamennyire látszódjon. Én ezt hol látom? Én ezt sehol nem látom. Te sehol nem látod. Igen, itt nagyjából látható, hogy miről beszélünk, és mi az a kép. Ezek mi vagyunk pár... Pár éve, pontosan 10 éve, ugye? Hogy... Igen, hát szeptember. Április, május, június, 9, ez pont napra pontosan 9 és fél éve. Kemény. Szeptember, 2010. szeptember 23, és március 23-a van. Hát, igen. Figyelj, zárszóként, bármi jó tanács a gyerekeknek, diákoknak, szülőknek, mit tudnál mondani? Türelem. Türelem, nyugalom, nincs el semmi baj, működik. Tehát nem kerek ide nagy szabak, hogy jaj, majd így meg úgy megváltjuk, nem váltjuk meg a világot. Türelem, nyugalom, működik. És mindig jobb lesz, És csak építő kritika. A végén, amikor vége van, én már írok egy listát, hogy kinek mit fogok elmondani, amit most nem mondok el, mert most nincs itt a helye. Tehát most nem szabad bántani senki. Hibázik mindenki, természetesen, hát mi is hibázunk, én is hibázok, én is van, amit már másképp csinálni, de ezt én leírom. És nincs most itt az ideje meg a helye annak, hogy én most elkezdem, ezt így kellett volna csinálni. Nem, azt majd. Most előre fel kell menni. És csak az építőjelvű kritikát szabad megfogalmazni. Tehát lehet a hibákról beszélni, de csak pozitívan, ami előre visz. Nekem már van listám, hogy kinek mit fogok mondani, amikor elküldöm a francba. Tehát az is megvan. Tudod, ez a nyuszika, hogy kihúzál listáról, persze. Tehát nem, arról nem lehet kihúzni. És nem is floppy lemezen őrzem, mint Sheldon. Tehát ez, hanem... Úgyhogy türelem, nyugalom. Rendben lesz. Én azt gondolom, hogy ez rendben lesz. Meg rendben is van, és rendben is lesz. Egyébként mindenki türelmes. Egyetlen egy agresszívabb összülői levelet kaptam, válaszoltam rá. Ezt el tudom képzelni, ez jó.
De kultúrát voltam, de helyre. Az sokkal erősebb fegyver, amikor kultúrán tudod visszaválaszolni. Tehát ezen, amikor leszek szakalat, valaki is végig állhat. Csak szépen nyugodtan. Tehát ez nagyobb a tűz, mint hogy elkezdenél vele ordítani. Nem mindig szoktam én is így reagálni, tehát van, amikor én is. Hogy már el precedens maradjon. Ne, nem mondom, hogy megértük ezeket, de volt már rá precedens. Köszönöm szépen. Micsoda? Nem állok, hogy mi volt. Hát volt, de hát... Ezek már régi emlékek, 10 évesek. No, összefoglalva, nagyon szépen köszönöm Tamás, illetve Béla, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ugye Béla már második alkalommal. Szívesen. Mindenhez is értek, mint elmérünk. Jó, figyelj, akár holnap a diák... Holnap Call of Duty. Hát játszani kell holnap, tudod? Hát ha megnézni, hogy abban milyen jó vagy. Én kettikre szüzem csak, tehát ennyi. Tehát nem tudom, milyen játékról van még szó. Lőni kell benne, és sok pénzt szerezni, nem? Nem. Online fekvőtámasz. Inkább Mario, az... Nem, mondom, hogy csak Candy Crush. Egyébként nem online fekvőtámasz, kipakoltam a tornatermet, a szúzókat. A tornaterem egyik felé szúzok, hanem másfelé meg egy kockálatot. Tehát minden reggel bemegyek, és súlyozok, dobálok egy kicsit, és megyek fel az irodában. Egyedül vagy bent amúgy? Egyedül? Igen, teljesen. Ez jó. Ez az jó. Egyébként nem jó. Tudom, milyen nyomasztó? Egyébként igen, mert azért, azért az egy olyan közeg, meg egy olyan helyszín, ami hozzá van szokva a nyüzsihez. Igen. Úgy tényleg nyomasztó én, amúgy. Én úgy még próbálni tudják, hogy ez a szükséges. Én annyira idegetik ki azt. Most nagyon nem hallunk amúgy. Tehát csönd van, nagyon nagy a csönd. És én az nem volt, és ez nem jó. Úgyhogy én tehát zenét hallgatok folyamatosan, de bömpöl a zene, amerre járok. Helyes. Na jó van. Beszélgessünk majd még, hozzátok még visszatérek egy fél percre, lelövöm a streamet, aztán utána jövök vissza. Nagyon szépen köszönöm nektek, legyetek jók, és majd még beszélünk. Szervusztok, köszönöm szépen, Tomi meg Béla. Sziasztok. Én is köszönöm, sziasztok. Na hát, skacok, ennyi volt a mai távmóka, lesz még. Hát a jófej igazgatóhoz jófej diákok is kellenek azért nyilván. Lesz még természetesen távmóka. A holnapi nap a diáksporttal kapcsolatban fogunk beszélgetni. A Magyar Diáksport Szövetségtől jön el egy ember, akivel megbeszéljük, hogy hogyan lehet ugye a sportolási lehetőségeket megoldani jelen helyzetben. A stream nagyjából 8 órakor folytatódik játékkal, tehát visszatérünk a klasszikus rainbowzáshoz. Az fog következni, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire. Kaját nyugodtan lehet hozni, egy popcornt, vagy hát kinek szájíze szerint akár egy pohár borral, és nyugodtan nézheti tovább az adást. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk a távmunkával. Szerdán a távmunkában egy kis edzés lesz, úgyhogy ajánlom nektek, hogy térjetek vissza. Nagyon jó videókat küldtetek számomra, hogy milyen edzést valósítsak meg. Rendesen beszivattatok, de mint ígértem, meg fogjuk valósítani, úgyhogy az mindenképpen meg lesz. A Discordon a heti menetrendet frissítettem, még a tegnapi napon, úgyhogy megnézzük, hogy mi lesz. Jelen pillanatban ennyit tudok mondani. Minden ott van Discordon, és fél óra múlva folytatjuk egy szűk fél óra múlva. Addig is vigyázzatok magatokra, és hát Jedihez szíven az erő legyen veletek. Sziasztok!